Amikor mi elkezdtünk foglalkozni egyáltalán ezzel a kérdéssel, akkor a Baktofil A, illetve a Baktofil B termék volt meg annak idején még 10 liter per hektáros adaggal. Ugye erre alapítottuk meg a céget annak idején Mártó Józseffel, akit még a filaxiás közös múltunkból és tevékenységből ismertük egymást, ahol szintén talajbaktériummal foglalkoztunk együtt. És ugye az volt a fő célunk, hogy egy új terméket, egy új, ami később magyar, illetve nemzetközi szabadalmakat is kapott, 42 országban kaptunk szabadalmi oltalmat, tehát mondhatjuk azt, hogy egy világszabadalmi termékkel indultunk neki 2001-ben, és már rögtön az első egy-két évben eléggé fölkavartuk a vizet, úgymond a kicsit pangó talajbaktérium piacon. Ugye a mi készítményünk még ma is a világon az egyetlen, amelyik külön van egy cikű, illetve két cikű növényekre. Az első algával igazából 8 éve kezdtünk el foglalkozni, ugye, amelyik igazából a növényeket különböző stressz helyzetekből tudja nagyon jól kihúzni. Tehát egy lassan induló hűvös tavasszal meg lehet támogatni egy kukoricát, vagy egy napraforgót, de hogyha normál körülmények között is használjuk, akkor is egy elsősorban a vegetatív fejlődésben, növekedésben, egészen a virágzásig lehet egy komoly hatást várni tőlük. Hogy lehet ezt a termékkört, a talajalgát, baktériumot, vagy a vízőt egy olyan közös technológiába, a felhasználási rendszerbe gyúrni, ami hát nem egyenként, hanem együttesen még biztosabb, még komolyabb és komplexebb hatást tud biztosítani a talajon keresztül a növényre, illetve elsősorban magára a talajra. És az elmúlt év elején beállítottunk egy kísérletsorozatot, ebben biztatott minket dr. Nagy István miniszter úr is, amikor ezt felfedtem neki, hogy ilyet tervezünk, és ugye itt a kutatók, fejlesztők összeállították azt a vizsgálati módszert, illetve kísérletsort, ami végén meggyőződtünk kétféle méréssel is. Egyrészt tömegveszteség, másrészt meg nedvességtartalom méréssel, hogy igen, ez a három termék, hogyha ezt összegyúrjuk, akkor sokkal tartósabban, biztosabban tudja azt a nedvesség megtartó képességet kifejteni, ami szükséges, ugye egyrészt a talajban önmaguknak, a mikroszervezeteknek, másrészt meg a fejlődő növényzet számára.